Nagy hagyománnyal és már-már történelemmel bír a Tolna vármegyei népdaléneklési verseny, melyet Bogár István emlékére szerveznek. A rendezvényt még Szabadi Mihály kezdeményezésére indították útjára a 60-as, 70-es években. Áprilisban lezajlott a két elődöntő, nagy örömünkre 50 produkcióval neveztek ebben az évben, előző évhez képest ez egy jelentős emelkedés, és ami még külön örömteli tény, hogy újra reneszánszát éri a népi hangszeres zene, ugyanis nem csak szólisták, nem csak csoportos produkciók népdal éneklésben hangzanak el, hanem egyre több a népi hangszert felelevenítő és újra kézbevevő fiatal is. A legjobb minősítést megszerző produkciók és előadóik aztán a szekszárdi szüreti napokon is színpadra léphetnek, így megmutatva tudásukat és tehetségüket a környék egyik legnagyobb szabadtéri megmozdulásán. A Gólya Banda a mi nevünk, és van három prímás most éppen a versenyszámban, és a tanáraink, vagy esetleg aki kíséretet tanul, ő besegít nekünk. A zsűri szigorúan, de azért mégiscsak tisztességesen értékelte a versenyzők teljesítményét. Elnökük szerint az értékeléskor azt az élményt keresik, amelyet a színpadon állók kiváltani képesek mondani valójukkal, esetleg virtuózitásukkal. A népdaléneklésben ez az anyanyelvi megszólalás, ez nagyon hosszú évszázadokon át csiszolódott ki, de az érzések azok akkor sem változtak, hogyha közben az életmódunk gyökeresen megváltozott. Tehát elsősorban azt nézzük, hogy vajon önazonos-e az, aki énekel, aki muzsikál, neki ez jelent valamit? És itt ezen a versenyen az a tapasztalatom, hogy évről évre, sőt, hát a verseny hagyományait figyelembe véve évtizedről évtizedre megőrzik azt az alapvető emberi igényt, és azt az alapvető emberi lehetőséget és képességet, hogy kifejezzük magunkat, érzéseinket, gondolatainkat, anyanyelvünkön, közérthetően, olyan költői képekkel, ami egyszerűen többféle érzékszervünkre is hat. És azt látom a közönségen, hogy nem csak a szülők, nem csak a felkészítő tanárok, hanem mindannyian egy-egy igazán szívhez szóló és őszinte megnyilvánulásnak hatalmas vastagsal örül. Úgyhogy ezt várom a mai naptól is. Az elnök megosztotta még velünk, hogy a népi hangszerekre egyre nagyobb igény mutatkozik, trendé vált, és már nem csupán idősebb korban, de fiatalon is egyre többen keresik az efféle lehetőségeket. Én azt látom, hogy inkább egy megújulásról, mert a népi hangszereknek a használata az teljesen természetes volt a paraszti családokban is. Nem csak a polgári szalonokban szólaltak meg a hölgyek zongorán vagy lanton még korábbi időkben, hanem természetesen ott voltak a paraszti háztartásokban például a citerák. Azok mindennapi saját, családi és önmaguk szórakoztatására, megnyugtatására szolgáltak. Gyakorlatilag még most is az idősebb házaspároknak a padlásain, a családokban ott vannak ezek a hangszerek. Ez a mozgalom indult újra, és ennek köszönhető részben a népzeneoktatás kiteljesedésének, egyre több a hangszeres oktatás, bár lenne még több, mert hozzánk folyamatosan érkeznek a kérdések, hogy hol van egy végzett citeratanár, vagy furuljatanár, hiszen itt a környéken aztán tényleg tudják, hogy a pásztorkodás a másik ilyen alkalom, ahol a furuljafélék, a dudák megtalálhatóak voltak. És hát még egy nagyon-nagyon fontos műfaj van, az a vonós zene. Itt a környékben is híres vonós zenekarok, és még tambura zenekarok is voltak. Mindenre lenne igény. Én azt látom, hogy a gyerekek, szülők, tanárok, iskolák részéről lenne igény, már csak minél több tanár kellene. Minél több olyan fiatal, aki lát benne az aktív színpadi zenélésen, turnézáson túl, lát magában a tanításban egy lehetőséget. Jó!